Bár akkor ott a tőzeg láb közepén, fázó lábakkal, nemigen töprengtem el rajta, hogy egyetlen éjszaka egy csupán a vérfarkasé, a teli hold éjszakája. Vagy az előtte lévő és az utána következő is. Ma már tudom, hogy nincs különösebb jelentősége a dolognak. A vérfarkas akkor jelenik meg, amikor csak akar. Ezúttal úgy látszik, akart. Power pillantotta meg először. Épp a lábam elé bámultam, hát ha találok egy szilárdnak tűnő zsombékot, amelyre ráállva legalább addig elvárakozhatnék, amíg felszáll a köd, amikor a felügyelő rémülten felkiáltott. Kiáltása elvékonyodott és felfelé szárnyalt, hogy akár sikoltásnak is elment volna. Felé mugrott, a kezembe kapaszkodott és magához rántott. Ennek következtében nem, hogy zsombékot nem találtam, hanem még arról a vastag kis fűtorzsáról is lecsúsztam, amely mindeddig meg hogy átbukjon cipőm szára felett a mocsárvize. – Látta? – vibrált a hangja. – Látta? – Mit? – nyögtem. – Onnan a köd mögül! – bökött rá a félén gomolygó felhők egyikére. – Onnan! – Jézusom! – Ez szembenézett velem! – Kicsoda? – kérdeztem jeges rémülettel a szívemben. Úgy szorítottam a stukkert, mintha az életem függne tőle. Kit látott? Egy farkast! nyögte Power. Isten bizony, egy jókora farkast! Hiába meregettem a szemem, semmit nem láttam a ködön kívül. Még a lábamat sem. Sőt, most már a csobbanásokat sem hallottam. Talán tévedett vigasztaltam magunkat. Bizonyára csak a kötfelhők furcsa játéka. Ekkor megpillantottam én is. Ott állt, velünk szemben, égő szemeivel ránk bámulva. Jókora farkas volt. Életemben nem láttam ekkorát. Kitátotta a száját és felüvöltött.